Sok, de még nem elég, így gyűjtik azokat a játékadományokat, amiket karácsonyi ajándéknak szánnak a rászoruló gyerekeknek Bátaszéken. Tavaly ez a terem szinte dugig volt a felajánlásokkal. 124 gyermeket tudunk idén megajándékozni, két részre szoktuk általában osztani a csomagokat. A legrászorultabbakat általában meghívjuk egy ilyen karácsonyi ünnepségre, és ott adjuk át nekik, és a másik része a rászorult gyermekeknek, akiknek mondjuk a szülei dolgoznak, nem tudnak eljönni, vagy egyszerűen nem szeretnének részt venni, ők pedig itt a gondozási központban vehetik majd át. Természetesen erről mindenki értesít, és fog kapni időben, hogy kik azok, akiknek készültünk egy kis csomaggal. A csomagok játékokat, illetve édességet tartalmaznak, és hát még mindig várjuk a felajánlásokat, fejlesztő játékok, színezők, akármilyen eszközök, illetve édességek formájában. A gondozási központ a 0 és 14 éves kor közötti gyerekeket ajándékozza meg ilyenkor. Most leginkább az óvodás és kisiskolás korosztálynak lenne szüksége még adományra. Még mindig gyűjtjük az élelmiszert is, a játékokat is, lehet plüssállatot is behozni. Az a lényeg, hogy olyanokat hozzunk be, ami tiszta, és akár a saját gyermekünknek is adnánk, ami még mondjuk használható is. De nem csak a gyerekekre, a családokra is gondol ilyenkor minden évben az intézmény. 15 000 forint értékű nagyjából egy csomag, mint mondtam, hogy a 180 családnak. Előzetesen mindig beszoktuk kérni az intézményektől, orvosoktól, gyermekorvostól azokat a listákat, amiken szerepelnek mondjuk a rászoruló családoknak a nevei, hogy mindig frissíteni tudjuk, és megtaláljuk azokat a személyeket, családokat, akik valóban rászorulnak. Úgyhogy ez most sem volt másként. Tavaly évben 160 csomagot tudtunk osztani, idén pedig 180-at. Nyilván ez azért van, mert ez a jelenlegi válság ugye azokat a családokat is érinti már, akik mondjuk korábban a középosztályhoz tartoztak, úgyhogy egyre szélesebb körben igyekszünk segíteni mindenkinek. Egyre nehezebb minden évben ez a csomag, a tésztától a rizsig, krumplihagyma, konzervek, étolaj, zsír, tehát mindenféle, ami tartós élelmiszer. Az önkormányzatnak van egy adományszámlája, és oda a helyi vállalkozók, cégek, magánszemélyek tudtak utalni, és ebből az összegből sikerül ennek a 180 családnak tartós élelmiszercsomagot összeraknunk, ami egy egységes csomagot jelent, és nyilván voltak azok olyanok, akik ugye velünk kapcsolatban álltak, tehát tudtuk, hogy rászorulók, és voltak olyanok is, akik például idén teljesen újak. Tehát egy ilyen közös összefogással sikerült ezt a 180 családot, egyént összerakni, de azért az a titkot nem árulok el, hogy nem fedi le a teljes rászorultaknak a listáját itt Bátaszéken. Tehát idén 2 millió 700 000 forint gyűlt össze azon a bizonyos számlán. Aki szeretett volna, de elmulasztott adakozni, még megteheti személyesen a Bátaszéki Gondozási Központban.